24 vereséggel és mindössze 2 győzelemmel nem is végezhetett másutt, mint az utolsó helyen a 13 csapatot alkotó NB1B piros csoportjában a Bonyhádi KSE férfi kosárlabda csapata. A meglehetősen lidércnyomásos alapszakasz után ma kezdődik a rájátszás, amelyben elvileg, aztán majd meglátjuk gyakorlatilag mit hoz a két mérkőzés, kivívhatja az elit csoportban való bentmaradást Morgan Frigyes együttese a második vonalban. Ehhez nem kell most tennie más, mint legyőzni a Miskolci Egyetem csapatát, a MEHAC-ot. Április 12 és 19 között játszanak a csapatok, előbb Miskolcon, majd egy héttel később Bonyhádon. Érdekesség, hogy lényegében az egész bajnokságban pofozógépnek számító, soksebből vérző Bonyhádi KSE a kettő közül az egyik győzelmét éppen a Miskolci Egyetemisták csapata ellen szerezte hazai pályán a bajnokságban. Ami valahol azért önbizalom növelő tényező is lehet, ám azóta, és ez nem jó hír a bonyhádiaknak, bizony erősödött a Miskolci Egyetemi csapat. Ott megvertük őket érdekes módon, de nem egy jobb csapatot szerintem, akkor még nem volt az amerikai légiósuk se, valamint két irányító, a Szögi, aki A csoportba is megfordult, valamint egy honvédból odaérkezett srác, ő se volt, Tóth Bence, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most egy erősebb csapattal tudnak kiállni. Amennyiben a két mérkőzés összesített eredménye kedvez a Bonyhádnak, bent maradnak az NB1B piros csoportjába, és a 11. helyért a nagykörös Békés győztesével játszanak oda-vissza a tömösváriék. Ha rosszul jön ki ebből a völgységi csapat, ami azért benne van a pakliban, automatikusan kiesik a Fakóba, hivatalos nevén az NB1B zöld csoportjába.